A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Mese Szárnyán című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-0120 pályázati azonosító számon szereplő a Mese Szárnyán elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 570 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Mesetarisznya nyelvi tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Csapóné Horváth Marianna tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a mesék, versek iránt érdeklődő gazdag fantáziával rendelkező gyermekek, mesék, versek iránti szeretetének elmélyítése, a mese varázslattal, a mindennapi életben is fontos értékrend, önbizalom, tisztelet, szeretet, hűség, kitartás kialakítása. A műhely foglalkozások során a gyermekek intellektuális érzelmeik, kíváncsiság, alkotási vágy, öröm, sikerélmény gazdagodtak mesei élmények átélése során. Az élményszerző, gazdagító és lazító programok biztosították a projekt élmény és felfedező központúságát, jártunk az ifjúsági házban, a Városi Könyvtárban, a Kunlovardában, a Lomkorona sétányon, a Györfi István Nagykun Múzeumban, a Kutatóintézet arborétumában. Debrecenben a Vojtina Báb Színház báb előadásán az Aranyszőrű Bárány című mesét néztük meg, ahol élményeket, ismereteket szerezhettek a bábozásról, a bábjáték csodálatos hatásán keresztül. A bábjáték összetett élményt nyújtott, hiszen a gyermek teljes személyiségét fejleszti, esztétikai élményt nyújtva, az érzelmi fejlődést támogatva.